feltört betont emelik ki és rakják a teherautóra az Esze Tamás utcában. Az aszfalt felbontására csőtörés miatt van szükség. Mint kiderült, a római városrészt ellátó távhőgerinc vezeték lyukadt ki. A munkálatok során kiderült, hogy a 2x2-es gerinc az, amelyik lukas, ott folyik el. Bevinettük a csőtörés helyét műszerrel, és pont az Esze Tamás utca és a Táncsics kereszteződésnél az Esze Tamás utca kellős közepén ott jelezte a műszer a cső lukadást, és mivel a folyás, a potvíz betáplás igen intenzív, tehát rendes lukadás van már a csövön, így elkerülhetetlen a feltárás és a csövetének a vagy kiavítása, vagy kicserélése. Meglátjuk majd, hogy milyen lesz a műszaki állapota. A munkálatok szerdán kezdődtek. Hogy mikor tudják befejezni, még kérdéses, hiszen egyelőre nem tudják, hogy mekkora szakaszt kell kijavítani vagy kicserélni. Ettől függően 3-4 hétig, de akár 2 hónapig is eltarthatnak a munkálatok, a csőtörés pedig a szolgáltatás szüneteltetését is érinti. Maga a csőtörés konkrét kijavításánál a római városrészben lesz melegvíz ellátási szünet, durván 1-2 nap ott veszed igénybe. Ha netán hosszabb, de komolyabb hosszú szakaszt kell cserélni, akkor sajnos át kell az egész római városrésznek a távhőellátását szervezni egy másik betápról. Eshegedűs Ambrus hozzátette, amennyiben a teljes szakaszt ki kell cserélni, akkor sem lesz komolyabb probléma a melegvízellátásban. A munkálatok idejére lezárták az Esze Tamás utca érintett szakaszát, de a forgalomban ez sem okoz nagyobb fennakadást, hiszen könnyen ki lehet kerülni a lezárt területet.